Önök a Kertszépítők magazin 8. adását látják. Szép estét kívánok! Mai adásunkban is sok érdekes ötletet és megvalósítást találhatnak majd. Ma mindegyik helyszínünkben közös, hogy gondot okozott a telek fekvése. Tihanyban és Almádiban a meredek lejtők, még Budapesten a társasházi udvar zártsága tette próbára kertépítőinket. De megoldást mindenhol sikerült találni. Maradjanak velünk, és nézzék meg a végeredményt. Tapasztalt kertépítőinknek is el kellett ismernie, hogy ennél csodálatosabb fekvésű telket, mint amilyet a Tihanyi hegyoldalban kellett rendbe rakniuk, talán még nem is láttak. A Tihanyi félsziget egyik legszebb dombján, a Füredi öböl felé néző oldalon egy izgalmas feladatot kaptunk. Egy viszonylag kis, de kis telken, de nagy rézsűszöggel készült kertet kellett átalakítanunk. Úgyhogy az épületből nézve a panorámával kicsit konkuráljon ez a kertkép, ugyanis nagyon unalmas, egyhangú volt a kertnek eddig a kinézete. A tulajdonosok egyébként csak néhány hetet töltenek itt Magyarországon, és szeretnék élvezni azt a pár hétnek a kert élményét, amit itt töltenek. A panorámának viszont ára van, hiszen a meredek északi lejtőn, a környező magas fák alatt nem éppen kedvező a környezet a növények számára. Ráadásul a meredek partoldalon is csak nehezen lehet barátságos, használható környezetet kialakítani. A kertben lévő nagy rézsű miatt egy támfal készült a kert panorámás oldalán, és gyakorlatilag a képbe kellett beletolni egy viszonylag mozgalmas, színes, nyáron értékelhető kertképet, és hát amire figyelni kellett az az, hogy nagyon árnyékos ez az egész kert. A környezetben levő épületek is árnyékolják a kertet, tehát csak ilyen árnyéktűrő növényekkel lehetett operálni. Hát például, amik jól tűrik az árnyékot, ezek a havasi erikák, vagy például a tűzeső. Érdekes módon napos helyen él maga a zsája, de ez a bordó levelű változat elég jól tűri az árnyékot. Hortenziák kerültek be, páfrányok, illetve néhány meglévő növényt is megtartottunk, mint az épület sarkánál lévő magyalt, ami nagyon szép piros bogyókat hoz, és már most színeződik, illetve volt egy dekoratív japán juhar is, amit megtartottunk, ugyan átültetve, de megtartottunk a kerti hintának a pavilonja mellett. Hát ami még ilyen sajátossága volt, maga a megközelíthetősége a területnek, illetve a kertnek, nagyon meredek, kacskaringos út vezet ide föl, tehát eléggé nehezen lehet föllogisztikázni az építéshez szükséges anyagokat, márpedig tekintélyes mennyiségű földre és sóderre volt szükség a támfal betonozásához. A növények most ilyen zsúfoltnak tűnnek, de ezek egy-egy foltot fognak képezni, és pont ez volt az egyik cél, hogy ne a burkolatba beleolvadó egyszínű meg a környezetbe levő másik telkeken levő növényekhez beolvadó növényanyagot tegyünk, hanem egy ilyen színes, mozgalmas és a kert használatát, tehát a kertből egy kicsit befelé fordulva
lehessen egy színes dolgot látni a kertbe. Egyébként magából a nappaliból vagy a nappali előtti teraszról ott inkább a tájkép a füledőbölnek, meg a háttérben lévő domboknak a képe a domináns, viszont ha lejövünk ide a kertbe, akkor itt viszont lehet érzékelni magunk körül ezeket a színeket, ezt a mozgalmasságot. Siófokon évekig állt kihasználatlanul az egykori újságíró üdülő területe, ahol egy megkezdett, majd leállított építkezés torzója határozta meg a tájat. A területet a tulajdonosváltás után egy új befektető vette kézbe, és az oda álmodott apartmanházak építése mellett a terület rendezésének is nekiláttak, melyhez kertépítőink segítségét kérték. A siófoki ezüstpart egyik legszebb részén, a kikötő mögött áll ez az érdekes két építmény, egy kör alakú, vagy kicsit tojás formájú üdülő komplexum, ami most nyerte el a végleges formáját. Hosszú éveken keresztül csak szerkezetkészen állt itt a területen, és a körülötte lévő parknak már csak a nyomait a nagy méretű fák őrizték, illetve néhány örök zöld fenyőféle. Egy új befektetői csoport aztán kezébe vette itt a területet, és egy felújítottat, illetve elkészült a két épület, és köré parkot terveztek, amelynek most egy része készült el, úgyhogy ezeket látjuk most, a bejárati részt az épület körül, közvetlen környezetében lévő zöld felület készült el. A parképítésnek a nehézsége az volt, hogy egy nyári időpont volt az átadásra, és az építő szakipar pedig közeledve a határidőhöz, akkor kezdte befejezni, mikor mi elkezdtük itt a munkálatokat. Pontosan ez egy júniusi időpontba, amikor hát a hőmérséklet messze elhagyta a 30 fokot napközben. Úgyhogy amit most itt látunk, ez az összes növényanyag az így került ide ebbe a nem túl optimális időpontban. Ezért fordul elő, hogy tesztelődtek ezek a növényfajok, és nagyon jól látható, hogy a galagonyák, azok kevésbé bírták, vagy a gömbkőrisek ezt a nyári ültetést. Viszont meglepő módon a gömbszivarfa, vagy a juharoknak egy jó része, kőrisek, ezek egész jól viselték ezt a nyári telepítést is. A növényzetnek egy része a frekventált helyekre került csak telepítésre, úgyhogy ez majd még az ősz folyamán folytatódni fog, illetve kicserélésre kerülnek azok a növények, amik nem bírták ezt a nyári telepítésnek a sokját. Az épületet azt nagyon alacsonyan alapozták, véleményem szerint, tehát nagyon alacsonyan vannak az alapjai, ezért túl nagy esés nem lehetett az épület körül létrehozni, viszont mellette meg egy agyagos feltöltés volt, ami aztán később, meg most is látszódik majd talán a felvételeken, hogy megáll a víz a fáknak a tányérjába. Olyan vízzáró réteget hozott létre ez az agyag, hogy kevésbé megy át a kijuttatott öntözővíz vagy a csapadék is rajta. Területen viszont az utakat azt a normál kiemelt méretre építették meg, és ezért viszonylag jelentős mennyiségű földfeltöltésre volt szükség. Hát ez közelíti az 1000 köbmétert, amit ezen a kb. 3500 négyzetméter kertészeti felületen betöltöttünk.
és a gyepfület is közelít az 1000 négyzetméterhez a most eltelepített. Ide az idő rövidsége miatt csak a gyepszőnyeges gyeptelepítés jöhetett szóba, úgyhogy itt gyepszőnyeget látunk, amit automata öntöző tart életben. A kert az tovább fog készülni ősszel, tehát látható, hogy sok felületen a gyep mellett csak most ilyen gyomos feltalaj van, oda növények fognak kerülni. Hát az épületen lévő befejező munkák, azok együtt zajlottak a kertépítéssel, tehát még az épület be volt állványozva, már a másik épület, ami ennek elkészült a színezése, azon már készült az öntözőrendszer, meg telepítettük a gyepszőnyeget, meg a vakonthálót. A területen a régmúltból maradt egy fekvő női szobor, aminek a helyét sokáig keresgettük. Kezdetben azt gondoltuk, hogy valahol a part környékén, a strand mellett fog díszleni, de aztán egy tervező kolléganő azt találta ki, hogy a bejárati körforgalomba kerüljön, egyébként nagyon jó ötletként, mert a bejáratotnak a képét azt jótékonyan növelte. A szobor köré pedig olyan növények lettek telepítve, amik inkább a szobrot kiemelik. Nyáron virágzó levendula, gaura, meg ilyen talajtakaró rózsának a egyvelege van körülötte, és úgy néz ki, hogy nagyon jól érzi magát a hölgy ott a növények között. A szobornak az elhelyezését egy ilyen művészeti tanácshoz kellett benyújtani, hogy milyen környezetbe szeretnénk elhelyezni, és az ő tanácsukat is figyelembe kellett venni. Például az, hogy a szobrot azt egy kicsit ki kell emelni az út szintjétől, tehát hogy egy kicsit rézsű van a körforgalomba, de egyébként is így csináltuk volna, azt hiszem. Budapesten egy öreg bérház lakói éveken át kísérleteztek azzal, hogy a gangos udvaron valami barátságosabb környezetet alakítsanak ki. A kísérletek azonban sorra kudarcba fulladtak, mert az árnyékos és nyírkos helyet egyetlen növény sem bírta ki. Kertépítőink egy új ötlettel, magas ágyások kialakításával oldották meg ezt a problémát. Ez a feladat egy ilyen lehetetlen küldetésnek tűnt, hogy a mindössze 90 négyzetméteres társasház belső udvarának szülessen egy kertje. Ebbe az udvarba, ahogy a háború előtt készült ilyen belső udvaros 6. kerületi társasházaknál szokott lenni, egy lebetonozott ajzatot találtunk, egy összefolyó ráccsal és egy szőnyegporoló állványa. Az itt lakók viszont valami kertélményszerűre vágytak, és először egy burkolat készült el a bejárókhoz, a régi betonos felszín helyett, és úgy döntöttünk, hogy veteményesekben használt kiemelt ágyal, amiben már megfelelő mennyiségű ültető közeg rakható, illetve egy kis dizájnos elrendezéssel fel lehetne oldani ennek az udvarnak az egyhangúságát, illetve egy kis színt tudnánk bevinni itt az eltelepített növényanyaggal. Ebbe az udvarba a gyep azért nem kerülhetett szóba, mert nagyon kevés a fény itt. A csapadék, ami viszont ide bekerül, az nagyon nehezen párolog ki, és ez a gyepnek különösebben nem kedvez. Tehát itt nem maradna meg a
a gyep, nem száradnak ki elég gyorsan a talaj, és ezért ki pusztulna belőle a gyep. Úgyhogy olyan növényanyag került ide be, vagy fog bekerülni, ami hát ezt a viszonylag félárnyékos helyet bírja, illetve a kiemelt ágyak miatt ez nem lesz telítve vízzel, illetve annyi lesz, amennyit az itt lakók majd öntözni fogják. Ez magával hozza azt, hogy mondjuk értékesebb lesz tőle egy ilyen ingatlan is. Tehát mint ahogy akár kertes övezetben is egy rendezettebb kert, egy nagyobb értékű vagy dekoratívabb kerttel maga az ingatlan értéke is növekszik. Tehát nem csak a beépített technikával, hanem az ott élő anyaggal is. Tehát, hogy azon kívül, hogy mondjuk az itt lakóknak ez egy kellemesebb látvány lesz, ha mondjuk hazatértükkor, akár fent laknak, és mondjuk lepillantanak ide, vagy a lent lakóknak, akik itt mennek el mellette, meg valamennyi szintű foglalkozást vár el itt az itt levőktől. És egy-egy lakóközösségben mindig van néhány olyan, aki ezt meg is teszi. Ennyi fért mai adásunkba. Reméljük, hasznos ötleteket adtunk az otthoni környezet megszépítéséhez. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! Műsorunk szakmai partnere az Amárdi Szabókertépítő Kft. www.szabókertépítő.hu